Idén kiemelt feladata volt a Heves megyei kormányhivatalnak a parlagfű elleni védekezés. Éppen ezért az Agrárminisztérium és a Belügyminisztérium támogatásával augusztus végén helikopteres felderítést szervezett. Heves megyében 800 hektárnyi parlagfűvel fertőzött területet találtak. Az eljárás során, amennyiben a jogszabály arra lehetőséget ad, azonnal kötelező közérdekű védekezést rendelünk el, tehát kényszerkaszálással tüntetjük el a területről a parlagfüvet. Idén több mint 31 millió forint bírságot szabott ki a hivatal, azonban az eredményekről szóló tájékoztatón elhangzott, nem a pénzbüntetés a cél, hanem hogy csökkenjen a parlagfüvel fertőzött mezőgazdasági területek száma. Az Agrárkamara együttműködésével, illetőleg a közútkezelő együttműködésével, a MÁV együttműködésével sokkal inkább tudatosítják a földhasználókban, hogy ez a védekezés ez nem csak a saját családjuk iránti kötelességük, hanem a többi ember iránti felelősségük is, és azt is, hogy mindent kötelesek megtenni annak érdekében, hogy a parlagfűnek a fertőzöttségét visszaszorítsuk. A növényvédelmi hatóság 374 esetben rendelt el kényszerkaszálást, illetve 272 alkalommal szabott ki bírságot. A parlagfű ellen még pollenszórása előtt kell a földtulajdonosoknak, földhasználóknak védekezni, amit a gyomnövény vegetációs időszakának végéig kell megtenniük.